Just because you can trade anywhere, anytime, doesn't mean you should. Sometimes it's better to keep things simple. Concentrate. Focus. Admiral Markets understand your needs, so you can trade FX, safe in the knowledge that you're getting the best possible service. Without special effects. Admiral Markets, because trading foreign exchange is exciting enough. Sziasztok, szeretnék üdvözölni mindenkit az Admiral Markets-es befektetői hétvégén. Engem Molnár Zalánnak hívnak, az Admiral Markets-nek én vagyok a magyarországi vezérigazgatója. Egy kicsit magamról, mielőtt belekezdenék ebbe a befektetések lélektanába vagy pszichológiába. Én körülbelül 11 éve vagyok már ezen a piacon, az ING Bankba és az UniCredit Bankba kezdtem el a karrieremet, mint részvénykereskedő intézményi ügyfeleknek. A 4-5 év alatt nagyon sok mindent megtanultam, nekem olyan szerencsém volt, hogy én ebbe születtem bele, nekem ez volt az első munkám, és semmi más nem dolgoztam életem során. Ebből kifolyólag, amit megtanultam, vagy amit használok ugye a mai napig is a kereskedések során, én ezektől a nagy befektetőktől tanultam meg, mint például a Goldman Sachs, a Merrill Lynch, a Citibank, a Deutsche Bank, a többi nagy befektetési bankban a kereskedők. Mi az Admiral Marketsnél lényegében kereskedők vagyunk. Mit is jelent ez a kereskedés pont, mit is jelent ez a kereskedő pontosan? Sokan azt hiszik, hogy szerencsejátékosok vagyunk. Sokan azt hiszik, hogy a szerencsére alapozunk csak. Hogy a időnket vesztegetjük, hogy ez csak egy hobbi. Rengetegen mondják, hogy adjuk fel a hobbinkat, adjuk fel ezt az egészet, mert semmi értelme, hogy ezt csináljuk. Viszont azt senki sem tudja, hogy nap mint nap milyen megpróbáltatásokon, milyen kockázatkezeléseken keresztül kell minden egyes nap azt a profitot elérjük, ami ugye hozzájárul, hogy az év során egy pluszba szálljunk ki a kereskedésből. Nem függünk a szerencsétől. Ez egy nagyon fontos dolog. Ugye a befektetések lélektana az egyenesen arányos azzal, hogy ki mennyire szerencsejátékos. Mi igazából azokkal a devizákkal kereskedünk, amiket használtok, amikor shopban vásároltok, vagy azokkal a vállalatokkal kereskedünk, ahol minden egyes nap bejártok dolgozni. Vagy azt az aranyat kereskedjük, amit éppen akkor órátokon. Míg ugye mások a saját sikertelenségük miatt nap mint nap kudarcokkal szembesülnek, nekünk fel kell állnunk minden egyes nap. Amíg mások maguk alatt vannak a sok csalódás miatt és a sikertelenség miatt, addig nekünk felül kell kerekedni ezeken, és nem adhatjuk fel. Minket nem fognak a veszteségek a földbe döngölni, ugye, és nem félünk beszélni a sok veszteségről, amit elérünk nap mint nap. Ugye a fegyelem és az önismeret lesz a legnagyobb fegyverünk, és ezt a befektetésekre ugyanúgy rá lehet húzni. Ha valaki ismeri saját magát, és ismeri azt, hogy mekkora kockázatot képes vállalni, és mik azok a hozamok, amiket ő elvár, akkor nagy probléma már nem történhet. Csak az a probléma, hogy nem ismerjük saját magunkat, és innen akad a rengeteg stressz, és innen akad az a sok pszichológiai teher, ami által egyszerűen rossz döntések után rossz döntéseket hozunk. Mindenesetre beszéljünk kicsit arról, hogy hogyan csökkenthetjük a stresszt, ugye, akár a kereskedések, vagy akár a befektetések közben. Gondolom, sokan belefáradtatok már abba, hogy hullik a hajatok a sok stressz miatt. Egy-egy befektetésnél ugye ízel a tenyeretek. A veszteségek meg csak jönnek és jönnek. A napok meg rövidülnek egyre jobban. Ugye a munka meg a család ugye ott van, ami emlékeztet arra, hogy van más is a kereskedés vagy ugye a befektetéseken kívül, amire jó lenne koncentrálni. A kereskedés stresszes, és nekünk trédereknek mindent meg kell tennünk, hogy a stressz kontroll alatt tudjuk tartani. Ugye a kontroll itt a kulcs szó. A gondolat, hogy a kereskedés akár a forex piacon, vagy bármelyik piacon ugye veszteséges lesz, ez olyan mentális problémákat okozhat, mint a frusztráció, vagy ami rosszabb, a harag magunk és a piac iránt. A kereskedés az egy hullámvasút. Ugye érzelmileg és pénzügyileg is. Kosztolányi mondta egyszer, hogy a tőzsdén a 4 az nem 2 meg 2, hanem 5-1. És a veszteségeid, amit a piacon elszenvedsz, azok azonnaliak. Viszont a profitot, amit megtermelsz, az még nem a tiéd. Az csak akkor lesz a tiéd, amikor az konkrétan kiveszed. És az a befektetések
igaz. Amíg akár befektetési alapba, akár aranyba, akár a Forexen egy kereskedésben benne vagyunk, addig az a profit, amit ott elértünk, az még nem a miénk. Az csak akkor lesz a miénk, amikor azt konkrétan kivesszük, és megtapinthatjuk, és elkölthetjük. Amíg ott van, addig folyamatosan kockáztatjuk. Addig bármikor, bármi megtörténhet, ez egy nagyon fontos alapszabály a tőzsdéken és a befektetéseken. Soha nincsen garancia. Akár emlékezzünk vissza 2008-as válságra. Volt olyan részvény, ami a 70 dollárról 1 dollárra esett. Ott rengetegen fölvettek akár még hiteleket is, hogy akkor 1 dollárra megveszik ezt a banki részvényt. Egy rá pár hétre az 1 dollárról még leesett 17 centre ennek a bankpapírnak az ára. El tudjuk képzelni, amikor valakik hiteleket vesznek föl házakra, autókra, és a vagyonuknak a 87%-a nem az, hogy elszállt, de még azon kívül még többet is vesztettek. Konkrétan az emberek egyre többet és többet vesztettek a válság hatására. Ez a tőkeáttételnek köszönhető lényegében. Viszont a tőkeáttétel önmagában nem veszélyes. Az a veszélyes, aki használja. És hogyha úgy, és mértéktelenül használja mondjuk az ember. Ugye alapvetően kabzsiak vagyunk, azért is befektetünk, hogy azért forexezünk, azért kereskedünk, mert kabzsiak vagyunk. Lehetőleg minél többet szeretnénk keresni, minél hamarabb. A tőkeáttételnek meg pont ez a lényege, ami megadja azt a hamis illúziót, hogy lehet, hogy csak egy pár ezer dollárod van, de több százezres mozzanatokat tudsz csinálni a tőzsdén. És az emberi mi voltunkból ezt a tőkeáttételt túlhúzzuk, és emiatt történik az meg, hogy nem csak azt a pénzt vagy azt a vagyont veszítjük el, amit befektetünk, hanem még annál többet is. Ahogy elkezdünk profitot elérni, viszont a tőzsdén, vagy a befektetések során, az érzelmeink elérik a szenvedély és a lelkesedési szintet. Ez kb. Olyan, mint a piacon, amikor kereskedünk, egy price action, amikor eléri a profit szintünket, akkor ott érdemes elgondolkozzunk, hogy megállunk, megvédjük a profitot, nem engedjük, hogy utána visszaessen az árfolyam. Különböző akciókat kell létrehozzunk magunkba is. Sok trader nem veszi figyelembe viszont ezeket a szinteket, és nem foglalkoznak azzal, hogy kontrollt tartsa az érzelmeit. Egy másik tipikus hiba, amit elkövetnek az emberek, hogy amikor euforikus állapotba kerülnek, akkor új kereskedési stratégiákat kezdenek el használni, új setupokat kezdenek el használni, új befektetések után kezdenek el nézni, ami után ugye nem csinálták meg a házi feladatot. Lehet, hogy egy befektetés során valaki egy elég szép hozamot ért el. Ilyenkor euforikus állapotba kerül, és indokolatlanul olyan dolgokba is elkezd befektetni, ami extra stresszt és extra kockázatot fog eredményezni. Ez ugyanolyan rossz, hogyha euforikus állapotban döntéseket hozunk, mintha depressziós állapotban, vagy a kilátástalanság állapotában próbálunk megkereskedni. Ha ezek alatt az érzelmi állapotok alatt kereskedünk, akkor nagyobb kárt okozhatunk saját magunknak, meg a pénztárcánknak, mint amit segíthetnénk. Mert nem az árakat, nem a lehetőségeket fogjuk lekereskedni, hanem az érzelmeinket. Sokan úgy gondolják, hogy egy star trader tud csak profitot csinálni. Ugye vannak olyan emberek, akik ismernek olyan befektetőket, olyan családtagokat, olyan barátokat, akik mondjuk 50 dollárért vettek bármit, akár egy festmény, akár egy részvény, és utána eladták 500 dollárért. A befektetéseknek nem az a célja, hogy ekkora extra profitokat elérjünk. Ezek nagyon ritkák, és általában ezek a profitok az euforikus állapotban szoktak előfordulni. Ugye egy tradernek az a dolga, hogy a kockázatot és a saját érzelmeit ugye kontroll alatt tudja tartani. Egy olyan befektető, vagy egy olyan trader, akik már évek során a piacon vannak, ők nagyon jól tudják, hogy ez a kulcsa az egésznek. Ez a kulcsa annak, hogy profitot tudjanak termelni. A lényeg az, hogy egy optimális érzelmi szintet tudjunk elérni a kereskedések során, vagy a befektetések során. Ez az optimális szint akkor van, hogyha kicsit optimisták is vagyunk. Ugye, hogyha optimisták vagyunk, vagy optimista hangulatba kerülünk, akkor jól fogjuk magunkat érezni akkor, amikor egy profitot tudtunk zsebre tenni egy kereskedés vagy egy befektetés során. Viszont, ha veszteséget érünk el, akkor nem fog minket beszívni a végzett spirálja.
A legrosszabb, amit tehetünk, hogyha pesszimista hangulatban kereskedünk, vagy pesszimista hangulatban befektetünk. Ha egy negatív mentális spirálba kerül az ember érzelmileg, ahogy az ábrán is láthatjátok, hogy az unalom az egy negatív spirál ellenállás. És a megelégedés, ugye ez a contentment, az a pozitív spirál támasza. Ez nagyon fontos. Ha úgy érezzük, hogy vesztünk egy kereskedésben, ne engedjük soha, hogy ezt a megelégedést, támaszt áttörje az érzelmünk. Ha áttörje ezt a szintet, akkor belekerülünk a negatív spirál folyamatba. Ha nem kapunk észben, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy ezen az érzelmi spirálon fogunk hullámvasutozni. Ami viszont egyenes út ahhoz, hogy eltrédeljük a pénzünket, vagy olyan befektetésekbe ugorjunk bele, amiben nem szabadna. Ráadásul ebbe a spirálba könnyebb bekerülni, mint hogy kikerülni. És miért? Meg kell tanulni, megállítani azt a vérzést, azt a gyors pénzvesztést, azt a folyamatos számlacsökkentést, amiben belekerülünk. Ahhoz, hogy meg tudjuk állítani, ahhoz ismernünk kell, hogy egyáltalán miért kerültünk ugye bele ebbe az állapotba. Az okok azok rettentő egyszerűek. Nem vágtuk a veszteségeket. Amikor láttuk, hogy ellenünk megy a piac, reménykedtünk továbbra is. Ugye, ha kereskedünk, akkor stop loss nélkül kereskedünk. A stop loss az azért van ott, hogy megvédje a számlánkat, és egy olyan piaci esemény, amire nem számítunk esetleg, amikor bekövetkezik, akkor megvédje azt a befektetési összeget, amivel szeretnénk kereskedni. Ugye kereskedőnek, vagy egy trédernek a legfontosabb dolog az a fegyvere, az a pénze, amivel kereskedik. Azt mindenképpen védenie kell. A stop loss az azért van ott. Képtelenek vagyunk belátni esetleg, hogy nem volt igazunk. Sokan vagyunk olyanok, amikor beszélgetünk a feleségünkkel vagy a férjünkkel, akkor nagyon nehezen látjuk be, ugye, hogy nincs igazunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy már pedig bebizonyítsuk, hogy nekünk van igazunk. Ezek az emberek, hogyha így viselkednek a piacon, akkor pillanatok alatt fogja felzabálni őket. Nem tartjuk tiszteletben a napi kockázati limitünket. Ez nagyon fontos. Ha valaki elkezd veszíteni a tőzsdén, soha ne gondolja azt, hogy azért fog most még kereskedni, hogy visszakereskedje, vagy visszanyerje azt, amit elvesztett. A tőzsdének ugye az a árnyoldala, hogy egyik zsebből a másik zsebbe fog átkerülni a pénz. Tehát, hogyha én valamit nyerek, azt valakinek el kellett veszítenie. Azt a pénzt soha az életben nem fogod tudni visszakereskedni. Ez egy nagyon rossz hozzáállás. És a bosszú kereskedés. Ez egy nagyon tipikus hiba általában a kezdőknél. Hát nem elég, hogy nem megy neki a kereskedés, tegyük fel például OTP-be, ő még csak köti az ebet a karóhoz, és csak az OTP-be, és akkor is vissza fogja keresni azt, amit elvesztett. Ez is egy tipikus ok arra, hogy valaki belekerül ebbe a negatív érzelmi spirálba. Ugye a legrosszabb, amit lehet tenni, mint tréder, vagy mint befektető, hogyha az érzelmeidet hozod a piacra, vagy az érzelmeidet belekevered a befektetésekbe. Akik csak stratégiáról beszélnek, azok nyilván nem tapasztalt kereskedők. Ha nem tudjuk kontrollat tartani az érzelmeinket, és valahol az egészséges, optimista állapotba nem tudunk kerülni, ugye, akkor veszélynek leszünk kitéve mindvégig. Egyik kilengés se jó, erre nagyon figyeljük. Az se jó, hogyha euforikus állapotba kerülünk, meg az se jó, hogyha depressziós állapotba kerülünk. Mindig meg kell tartani az arany középutat. Egy nagyon másik fontos dolog, amiről beszélni szeretnék, az a szerencsejáték függőség. Nagyon sokan összekötik a szerencsejáték függőséget a tőzsdével. Emlékeztek, amikor az elején azt mondtam, hogy mi nem szerencsejátékosok vagyunk? Ha valaki beszélt már egy profi kereskedővel, egy olyan emberrel, aki a Forex-en kereskedett, és tőle megkérdezitek, hogy milyen a kereskedés, akkor olyan érdekes azt fogja mondani, hogy nagyrészt unalmas. Ez azoknak az embereknek, akik kezdők, egy kicsit felfoghatatlan, hogy miért. De ezek az emberek már évek óta a piacon vannak. Kialakult stratégiával rendelkeznek, ismerik saját magukat, és láttak meleget ahhoz, hogy ne nagyon lepje meg semmi őket. Szintiszta matematika és érzelemmentes kell legyen a kereskedés. Ez egy jó trédernek az ismérve. Nagyon sok kezdő viszont abba a csapdába esik, ami nagyon nehezen tud kimászni. Sőt,
valamikor egyáltalán nem sikerül kimásznia. És ez pedig a véletlenszerű nyeremény. És ilyenkor kapcsolják össze a szerencsejátékkal a tőzsdét. Hogyha egy kezdő kereskedő úgy ér el profitot, hogy nincsen mögötte logikai magyarázat, nincsen mögötte stratégia, nincs okokozat, akkor ezt véletlenszerű nyereménynek hívjuk. Na most, hogyha valaki véletlenszerű nyereményhez jut, ugye, ahhoz nem kellett különösebb tudás. Szerencséje volt, mert elkapta a piacot. És ilyenkor valaki éveken keresztül a tőzsde rabja fog maradni, mert hiszen ha egyszer ezt meg tudta csinálni a legelején, hogy zsebre tett egy szép profitot, akkor ez bármikor előjöhet. Újra meg tudja ismételni bármikor. És ez nagyon veszélyes. Általában egy jó traderré válásnak a legeleje az, hogy elkezdünk veszíteni sajnos. Hiába demo számlázunk, hiába gyakorolunk rengeteget, amikor kilépünk a tőzsdére, az érzelmeink akkor kezdenek el igazából bezavarni minket. Nem ismerek olyan trédert, aki a legelején ne kezdett el volna veszíteni. És ezek a veszteségek, amiket a tőzsdén hagyunk, ez annak az ára, hogy mi profitos kereskedővé tudjunk válni. Ilyenkor ismerjük meg magunkat úgy Isten igazából. Ilyenkor jövünk rá, hogy mik a gyengeségeink és mik az erősségeink. És ez egy rettentő fontos pillanat, hogy amikor legelén elkezdünk kereskedni, akkor próbáljuk meg elkerülni ezt a véletlenszerű nyereményt. Amikor belekerülünk egy olyan pesszimista spirálba, amiről ugye az előbb beszéltem, akkor ez a véletlenszerű nyeremény gondolata vagy reménye ad nekünk egy olyan hamis illúziót, hogy ez bármikor ugye előfordulhat, megismétlődhet. Amennyiben tényleg megismétlődik az a profitos kereskedés, akkor a kezdő tréder vérszemet kap, és újra, és újra, és újra kockáztatni fogja a vagyonát. Sőt, még annál többet is. És ilyenkor borítékolható a csőd. A forex kereskedés közben, ha nem tudjuk az esélyeket magunk felé billenteni, akkor jó eséllyel csak tippelgetni fogunk. A szerencsejátékos viselkedés másik ismérve, hogy a kereskedő azt gondolja, hogy majd abba fogja hagyni a kereskedést, amikor a számlája újra eléri a kezdő összeget, vagy amikor egy kicsi profitot tudott már zsebre rakni, utána nem fogja folytatni. Sajnos ez egy olyan érzelmi állapotba kerülés, és egy olyan magatartás, ami a későbbiekben tovább fogja őt arra ösztökélni, hogy ha már vissza tudta esetleg kereskedni a pénzét, akkor még több profitot tudjon elérni. Természetesen ez a hozzáállás ugye nem helyes. Hiszen ami a múltban történt, az egyáltalán nem garancia arra, hogy újra meg fog ismétlődni, és újra olyan profitokat fogunk tudni elérni. Ha a következő dolgokat veszed észre magadon, akkor inkább szerencsejátékos leszel, mint tréder. Valaki feleségül vagy férjül veszi a pozícióját vagy a befektetését, és kitart mellette jóban, rosszban. Ez egy nagyon rossz dolog. Hogyha azt látjuk, hogy egyszerűen a piac nem a mi irányunkba megy, vagy a befektetés nem a mi hozamunkat fogja adni, akkor vágni kell a veszteségeket. És egyszerűen be kell ismerni, hogy ez a kereskedés, ez a befektetés most nem a legjobb pillanatban történt. A második ilyen dolog a supersize. Valaki elkezd normális pénze, a saját pénztárcához mérve normális összeggel befektetni vagy kereskedni, és amikor elkezd vérszemet kapni, vagy ugye rosszul megy a kereskedés, elkezdi növelni a befektetési összegét. Elkezdi olyan szintre növelni ezt a befektetési összegét, ami akkora kockázatot fog már magával hordozni, amit egyszerűen nem bír. És olyan stressz fog rajta uralkodni, olyan döntéseket fog hozni, ami teljesen indokolatlan. Valaki fut a piac után. Ugye ezt szoktuk azt mondani, amikor valaki már későn ébred. Amikor már egy árfolyam elkezdett emelkedni. Általában, amikor kis befektetők beszállnak egy ilyen emelkedésbe, olyankor nagy befektetők már kezdenek kiszállni. Azok a nagy tranzakciók már rég megtörténtek a piacon, amiket ugye a kis befektető nem láthat, és ő már csak annyit lát, hogy az árfolyam hirtelen elkezdett ugye felfele szaladni. Ilyenkor mit csinál? Gyorsan észbe kap, nem akarok lemaradni erről, és olyan döntéseket fog megint csak hozni, hogy túl későn fog beszállni ezekbe a befektetésekbe. A bosszú kereskedés, ugye erről beszéltünk. Ha már valami nem megy, akkor ne erőltessük. Inkább hagyjuk abba, menjünk el relaxálni,
menjünk el futni, sétálni, fagyit enni, bármit, bármit csinálhatunk, csak ne kereskedjünk ilyen esetben. Valaki úgy nyit pozíciót, hogy nincsen se technikai, se fundamentum alapja annak, hogy azt a pozíciót miért nyitja meg. Ez egy újabb ismér arra, hogy valaki inkább szerencsejátékos. Beleugrik olyan pozíciókban, ami csak megérzés alapján. A martingale stratégia. Erről, a martingale stratégiáról egyébként majd később fogunk beszélgetni, szemináriumokon, webináriumokon, meg a különböző stratégiákról, ugye. De a martingale stratégia egyébként egy olyan közkedves stratégia, hogyha valaki mutat nektek egy olyan profit görbét, ami szépen lassan megy fölfele, és egyre több profitot ér el, és egyszerűen nincsen benne drawdown, nincsen benne egy visszaugrás, az jó eséllyel egyébként egy martingale stratégia. Martingale stratégia egyébként matematikailag veszteséggel fog végződni. Csak ezt sok kezdő nem tudja. A kötéskényszer. Ez egy nagyon veszélyes dolog. Én is szenvedtem kötéskényszerbe. A kötéskényszer konkrétan annyit jelent, hogy egyszerűen minden egyes nap kötnöd kell a piacon. Muszáj. Valamit, addig nézed a trendeket, addig nézed a grafikonokat, amíg nem találsz egyszerűen egy olyan lehetőséget, amely belemagyarázod azt, hogy hú, itt van, és ezt most ezért kötöm. A kötéskényszerbe szenvedők rettentő veszélyesek, mert lehet, hogy szépen lassan profitokat értek el hetek, hónapok, évek során, de hogyha valaki belekerül ebbe a kötéskényszerbe, akkor percek alatt tudja elbukni a vagyonát. Nagyon fontos, hogy ne csupán megjósolni tudjuk a piacot, ne csupán reagáljunk a piaci mozgásokra, hanem a kettőt együtt használjuk. Ne csupán meggyorsulni akarjuk a piaci mozgásokat, hanem reagáljunk is. Ha csak elemzünk, vagy ha csak reagálunk, attól még nem lesz egy sikeres kereskedési karrierünk. Ugye mind a kettő kell. Legyünk tisztában a kockázattal és a profit elvárásunkkal. A profit elvárásunk viszont ne legyen statikus. Engedjük meg a piacnak, hogyha többet szeretne adni, akkor adjon is többet. Viszont a kockázatot mindig, minden egyes esetben kezeljük. Soha ne adjunk esélyt arra a piacnak, hogy a piactól függjön az, hogy éppen mi fog történni a számlánkkal. A kontrollt mindig, minden esetben, 100%-ban tartsunk a kezünk alatt. Ha ezek után érdekel, hogy milyen előadásokat, milyen szemináriumokat, milyen webináriumokat fogunk tartani, akkor sok szeretettel várunk titeket az Admiral Marquesnek a weboldalán. A legközelebbi előadás egyébként július 15-én lesz. Kolba Miklóst, az ING Bank FX deszkjének a vezetőjét hívtam meg erre a napra. Annyit kell tudni róla, hogy ő neki az első nap, amikor elkezdett dolgozni az ING Banknál, az megegyezik azzal az első nappal, amikor Magyarországon lehetett FX-ben kereskedni. Az euró forint árfolyamának ő a világ legnagyobb market makere. Ő az, aki az egész piacot, az egész likviditást adja szinte. Októberben meghívtuk Birger Schäfermayert. Ő egy német kereskedő. 14 évesen szerezte meg az első millió dollárját. Október 14-én egy egész napos szeminárium alkalmával fogja bemutatni a legújabb stratégiáját, egy kicsit fog beszélni a tőzsde pszichológiáról, meg a kereskedés, hogy minden nap, a kereskedés mindennapjairól. Illetve jövő év áprilisában úgy néz ki, hogy egy amerikai hedge fund tulajt fogunk meghívni Magyarországra, akinek egy saját befektetési alapja van, és saját stratégiával rendelkezik. Ezek teljesen ingyenesek az ügyfeleink számára. További információt az Admiral Markets kiállítói oldalán fogtok találni. Köszönöm szépen a figyelmeteket!